Sziasztok! Ha jól emlékszek, akkor tartozok egy válaszsal. Méghozzá Kézér Gergő kérdezte, hogy én milyen kamerát használok, és az milyen árban van. Viszont mielőtt még válaszolnék rá, előtte el kell szaladjak. Bocsánat hangomért, de kicsit meg vagyok fázva. Most meg per pillanat a fejem is fáj, úgyhogy nagyon nem jó a szituáció. Viszont el kell menjek megcsinálni, illetve elkezdeni egy munkát, és azután jövök vissza. Meg is lennék a munkával, amivel megbíztak, amiről kicsit később mesélni fogok, hogy pontosan mi is ez. De ahogy ígértem, nektek most válaszolnék Gergőnek a kérdésére, miszerint, hogy milyen kamerát használok, és hogy körülbelül mennyi az ára. Na most hülyeséget nem akarok mondani, ha ránéztek a jófogásom, vagy eBay-en, Amazonon, vagy a MediaMarktban is. Azt hiszem, hogy még éppen lehet kapni néhány új darabot, de nem vagyok 100%-osan biztos. Szóval ez egy Canon 70D. Hiper-szuper jó, nagyon jó, tényleg nagyon jó kamera. Bár ahogy most jobban bele ástom magamat a videózásba, nekem már picit kezdi kinőni a határait, mivel sajnos ebben nem tudok felvenni nagyon jó minőségű lassított felvételeket, és általában a lassított felvételek felvételére, ezt igazából nagyon szépen megmondom, a lassított felvételeknek a felvételére a telefonomat használom, mert ez tökéletes a lassított felvételek készítésére. Az ára, ha jól tudom, most gyors megnéztem a jófogáson, olyan használtan olyan 200 000 forint körül mozog. Körülbelül. Mint mondtam nektek, ezt a modellt már ugye nem gyártják, mert ez egy kifutott, ez egy régebbi modell. A Canon 70D-nek a helyét a Canon 80D vette át, és ezeket már lehet kapni olyan körül 310-20 ezer forint körül már lehet kapni, akár a MediaMarktban és egyéb ilyen fotós üzletekben. Csak azoknak mondanám, akiknek még merülne fel esetlegesen bármilyen kérdésük bármivel kapcsolatban, akkor nyugodtan tegyétek fel őket a videóim alá, illetve a videók alá. Igyekszek őket minél hamarabb megválaszolni, bár most Gergőtől egy picit elnézést kell kérjek, mert eléggé eltolódott ez a válaszadás, de nem felejtettem el. Na de most már menjünk bucit edni, mert a sok beszédtől megéheztem. Erről helyről azt kell tudni, hogy hát mióta én itt élek Makón, azóta nyitva van, és szinte az ajánlatuk eddig nem változott semmibe. Az íze ugyanolyan, a kinézetre ugyanolyan, talán a kiszolgálók változtak, amik az évek folyamán. Szóval rengeteg fiatal iskolás megfordul ebbe a gyors étkezdébe, és hát most mi is oda fogunk menni és enni egy jó bucit, mert a buci a legjobb. Sok majonézzel a tetején. Éhes vagy, kicsi? Nem. De pedig a te kedvedén jöttünk most ide a Brooklynba. Enni eszek, csak kívánom azt a hamburgert, de nem vagyok éhes. Aha, értem. Viszont én most kivételesen tényleg éhes vagyok, nem sokat ettem mai nap. Új, diszkó van. Aha. Na, Szuki, ez neked tetszik. Sziasztok, hello! Hú! Te mit teszel? Igazi diszkó fények. Igen. Szóval leadtuk a rendelést, és amíg
És amíg várakozunk a kajcsira, addig gyorsan elmondom nektek, hogy mivel is bíztak meg engem, nem olyan régen. Szóval adott egy ingatlan, és erről az ingatlanról fogunk forgatni egy ilyen körbejárós, bemutatós videót, ami remélhetőleg elősegíti majd az eladást. Ezt a videóforgatást két részletbe fogjuk csinálni, és most ma volt az első részlet, amikor a drónos felvételeket készítettük el. Igazából csak a nyersanyagok, és majd amikor meg lesz a belső videóanyag is, akkor fog elkészülni maga ez a videó zenei halálfestéssel és egyéb ilyen dolgokkal. Mi az? Leesett a kupi. Köszi! Szóval ő lenne a buci, amit most nagyon nagy étvágyal el fogunk fogyasztani. Nézzétek a majonézt a tetején. Ennek nem csak a kinézete jó, de az íze az egyenesen tuti. Szóval, ha Makón jártok, akkor érdemes benézni ide Brooklynba is. Kérni egy jó sonkás gombás kukoricás bucit, vagy egy sonkás ananászos bucit, nem tudom, én azt hiszem, hogy most az utóbbit kértem. Ja, igen. De még rengeteg más is található itt benn. Érdemes őket megkóstolni. Ez nagyon finom volt. Tök egyszerű kaja, de nagyon jó. Nekem nagyon bejön. Megvárom, még a traktor elmegy, és utána folytatom. Szóval az az interjú, illetve cikk, újságcikk, interjú, rádiós, hanganyag, akárminek nevezzük, ami pár héttel ezelőtt készült velem, ez még sajnos még nem lett publikálva. Pontosan a dátumot, hogy mikor lesz, azt nem tudom, de ha minden igaz, akkor jövő héten, vagy jövő hét elején valamikor elméletileg publikálják. Na most, amint kijött a cikk, illetve a hanganyag, azt be fogom szúrni a videó leírás alá. Nem ennek a videónak a leírás alá, hanem ennek a videónak itt, hogyha ide kattintotok, akkor annak a videónak a leírásában meg fogjátok találni ezeket a linkeket, illetve AO hivatkozásokat. És meg tudjátok nézni, illetve nem, hát nézni nem tudjátok a cikket, mert a cikk az nem nézni való, de el tudjátok minden bizonnyal majd olvasni, és meg tudjátok hallgatni, persze, ha kíváncsiak vagytok rá. Ennyi lett volna a mai vlog. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Az új feliratkozókat köszöntöm itt a csatornán. Aki most csatlakozik be, most látja először a vlogot, az iratkozzon fel, valahol itt, valahol akárhol. És találkozunk a következő videóban. Sziasztok! Emlékeztek még Sofira? Senki. Üdj, Sofi! Hello! Nem bántalak!